A romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét követően közösen nyitották meg a 2023-24-es tanévet Bihar megye magyar pedagógusai és intézményvezetői is. A megyében ma több mint 17 ezer diák kezdte el tanulmányait. Bihar község református templomában tartották meg a Bihar megyei magyar iskolák közös tanévnyitó ünnepségét. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által immár negyedik alkalommal szervezett eseményen Kéri Hajnal, Bihar megye főtanfelügyelő helyettese, az intézményvezetők, pedagógusok és politikusok közös munkájának fontosságáról beszélt, mivel ők azok, akik segítik alakítani az oktatási rendszert, és ezáltal a lehető legjobb feltételeket tudják biztosítani a diákok fejlődéséhez. Fontosnak tartjuk azt, hogy megyei szinten a mi közösségünk is megünnepelje ezt a napot, amikor iskolába készülünk, iskolát kezdünk. Vannak diákjaink, akik első alkalommal lépik át az iskola kapuit, és ugyanakkor a pedagógusainknak is szeretnénk egy olyan üzenetet közvetíteni, amiből értsék, hogy mennyire fontosak ennek a rendszernek, és hogy mennyire fontosak ennek a közösségnek. A beszédek után Bihar község előkészítő osztályos tanulói átvették a Rákóczi Szövetség által ajándékozott iskolatáskákat, valamint az RMDS és a Párcium Alapítvány füzetcsomagját. Az esemény záró mozzanataként felavatásra került a település új óvodája is, melyben hétfőtől 80 gyermek kezdheti meg a tanulmányait. Az ingatlan beruházás több mint 3 millió lejbe került, melyhez a forrásokat a helyi önkormányzat, a román kormány és az Európai Unió biztosította.